76. fejezet Elén zihált, küzdött a lüktető fájdalommal a fejében. Túl gyorsan történt, túl hamar lett, túl nagy ereje. Nem maradt ideje arra, hogy biztonságosan vegye elő, és lassan hatoljon a mélyére. Az sem segített, hogy a tündér alakjába váltott, ettől csak még büdösebbnek érezte a valgokat. Dorian télden állva fogta a saját kezét, amelyiken a gyűrű továbbra is a parázslott és égetett. Újra és újra sötétséget küldött elénre, de ő mindig kivégte egy láng hullámmal. Fort a vére. Próbáld meg, Dorian. Kérte, de közben már annyira kiszáradt a szája, hogy papírnak érezte a nyelvét. Megöllek, te tündér kurva, Elén hátam mögött valaki halkan felnevetett. Félig megfordult, még a mögötte tátongó mélység ellenére sem, mert egyiküknek sem hátat fordítani. A híd másik végének kiáratánál édellen királya állt. Kól cool. Nagyon nemes gesztusnak lehettünk szemtanúi a kapitány részéről. Megpróbált időt nyerni neked, hogy megmenthesd a fiamat. Megpróbálta, megpróbálta, de... Bűntesd meg! sziszekte a híd, démon a híd másik végéből. Türelem, tette helyre a király, de a testtartása a Dorian kezén égő aranygyűrű láttán megmerevedett. A nyers, brutális arcvonások megfeszültek. Mit csináltál? Dorien rángatózott, remegett és akkorát üvöltött, hogy Elin tündérfüleit csengeni kezdtek tőle. Elin kivonta apja kardját. Megöltet kolt, mondta Tompa hangon. A fiú egyet sem suhintott vele. A király vigyorogva nézte Orint kardját. Nem hinném, hogy te fogsz. Dorian elhallgatott. Megölted, kiabált elén vicorogva. A király dübörgő léptekkel közeledett az üveghídon. Csak azt bánom, mondta neki a király, hogy nem szánhattam rá elég időt. Elin egy lépést hátrált, csak egyet. A király kihúzta notungot a hüvejéből, de veled nem fogom elkapkodni. Elin két kézzel lendítette meg a kardját, aztán... Mit mondtál? Dorian. A hang rethet volt, megtört. A király és Elin egyszerre fordult a herceg felé. Dorian a tekintetét apjára szegezte, a szemei úgy égtek akár a csillagok. Mit mondtál korról? Csend legyen, rivalt rá a király. Megölted. Elinnek remegni kezdett a szája, és mélyre, nagyon mélyre ásott le a saját lelkébe. És ha igen, kérdezett vissza a király felvont szemöldökkel. Megöltett kólt. Dorien kezén a fény egyre égett, de a gallér a nyakán maradt. Tervó! Csattant fel a király, és Elin csak akkor jött rá, hogy hozzábeszél, amikor egy sötétségből szőtt lándzsa lőtt kifelé, iszonyú sebességgel. A sötétség jégfalba ütközött. Dorian Dorian volt a neve. Dorian Haviliard. és ő volt édellen korona hercege. Szelén a szárdot ilyen, vagyis Elin Galatinius a barátja visszajött érte. Elin most ott állt vele szemben, kezében tartva ősi kardját. Dorian bukott ki belőle halkan. A benne lakó démon üvöltözött, könyörgött, rángatta belül, alkudozott vele. Egy fekete hullám ütközött a jégpajzsba, amit a hercegnő és az apja közé emelt. A király gyorsan át fogja törni. Dorian a rémkő emelte a kezét, hideg volt, sima, valahogy vibrált. Ne! Ne! visította a démon. Elén arcán könnyek gördültek végig, amikor Dorian megfogta a gallért. Aztán a bánattól, haragtól és fájdalomtól üvöltve letépte a nyakáról.